Sziasztok gyerekek, jöttünk a part 2-vel, megtisztítottuk nagyjából, ahol van, itt van a gyerkőcök, és ők is segítenek. Úgyhogy megbontsuk ezt az oldalt is, úgyhogy ezt is le fogom teljesen tisztítani, ez téglafal, és kap egy zsírói vakolást, úgyhogy azt csináljuk még a másik oldallal, hogy vályogig fogom lebontani, tehát azt a sárkat, azt olvastam a kommenteket, köszönöm a segítséget, hogy írtatok sokat. Úgyhogy vályogig lebontom, kap egy csirke drótot, azt a hengeres drótot, azt végig is szeggel beütöm a vályogba, és úgy fogom felvakolni. Úgyhogy ez lesz vele. Ennek a munkálatnak pedig nekiállok mostan. Csináljuk is, kezdjük meg. Írjatok kommenteket, remélem, hogy tetszett a tartalma. Úgyhogy csináljuk is.
Figyelj! Végül. Na! Gyerekek! Levesszük ezt a réteget a vályogó, ezt a sát. Van egy ilyen felszámom. Jó, jó. Úgyhogy... Hát nem kell sokat kilógni, de hogy eljöjjön annyira. Ezt kell, hogy mondjam. Hát ezzel tényleg nem kell. Arrébb ezt a szépet, fiam. Te betöltöd ezt a forróba. Szépen jön lefele. Megérett a... Anyu, hogy hát ez nagyon szépen meg lesz csinálva, meglássátok. Most mondom még egyszer, hogy nem vagyok szakember, nem vagyok kőműves, csak a családnak akarnánk egy jó kis biztos helyet, meg szép helyet csinálni. Igaz? Igen, milyen színű lesz a szoba? Ez ciklámen piros rózsaszín. Majd, ott van kint a testét. Mutassuk meg! Mutass meg, Miki! Nekik itt vannak a színek. A fehér az a fürdőszobába fog menni. Ez a... Hol van rajta a szín, hogy milyen szín? Hát ez ilyen... Tehát tény, nincs rajta, vedd azt te. Itt tolval. Fehér, de ezen nincs rajta, hogy milyen színű. Mert meg kell fordítani. Aha, ez egy karamell színű. Az lesz a szobánkba, a karamell. Akkor ez a jégezüst, ez a gyerekek szobájába megy, és a lugát pedig a konyhába fog menni. Meg a nappaliba. Meg a nappaliba, így van. Hoztunk vödröt, ragasztószalagot, hengert, kijöttem én is. Vettem egy bográcsot. Egy bográcsot vettem. Viszolópapír, takarófóliát. Van itt minden. Hibátlan dolgokat, gletteket. A glettet azt nem ezt fogom felvinni a vályogra. Mert olvastam is, meg írtátok is, hogy ezt a klíma, nem, klíma glett. Ja, igen. Azt írták. Hát szana szét vagyunk, na de mindegy, hát nekiállunk. Egyszer rend lesz, ha kész lesz. Igen, rögtön azt, hogy ilyen. Kukát, meg a... Igen. A kuka. Szőnyeget. Mi? Hát, még nem most, fiam. Micsodát? Gyűjtötted? Nézzük, Mikikének a munkáját. Na, hagyd én. Hát igen, szépen kopácsolja. Ügyes vagy. Nem úgy tudod, hogy csinál? Egy-kétszer, és akkor súlyokosan, figyelj így. Látod? Így. Próbál csak meg egy-kétszer, ez a végén fogja. Ahogy. Ez igen, ügyes vagy. Ahogy. Na, alig csináltam itt valamit, és már is leomlottak ezek a sárrétek rajta. Ez a vályog valami. Figyelj, ne! Hát már sok éves ez, pontosan nem tudom mennyi, de... Akkor ezt már mit ültöttem. Oké, és... Annyi idő alatt elforlathatok. Hát persze. Na, végig fogom szegelni, csirkedrótot fogok bele, megfeszítem rajta, becsapkodom, izével, fánglival, haszálunk, királyul, hagyom száradni egy napot, vagy majd megírjátok, mert amúgy holnap kezdek neki. Igaz, ezt már ma lássátok ezt a videót, viszont holnap fogok hozzákezdeni, addig el tudom olvasni kommentben, hogy mit ajánlotok, és akkor jön a vakolat majd rá. Kicsikéje segít neki, apa. Úgyhogy nyomassuk. Na, majd jövünk a fokozattal, hogy milyen stádiumban vagyunk.
Ah, megfájult a hasam, megittem a kávét. Na, hát közben megálltunk, mert ugye jöttek hozzánk. Itt van sógorom is. Halló, van egy cség. Ez igen. Ó, lefele. Ha meghozottak, kioszták a gépet, ugye ki fogjuk próbálni. Maradj a kamerával. Jó. Lássam. Azt tettem a hajas mélysőfejet. Nagyon jó, nagyon jó. Just. Hány méter az elér, odáig meg oda fel. Persze. Nézzük már, csak ugye kipróbáljuk, hogy milyen. Mert már a karomat nem érzem. Az dolgok nem hamarabb is. Várjál. Na, nézzük. Mehet? Mehet. Bocsánat. Ez fúró. Nem speciálisan állítottam be. Fúró volt. Most. Aha. Ilyen. Az a helyzet, hogy... Jaj, bocsánat. Semmi baj. Ez vályog, ez tégla itt, ez az oldal, ez tégla. És ezt az oldalt, meg ezt az oldalt megcsinálom, te erre megy rabic háló, csemperegasztó, erősen felhúzom, ezt pedig vakkulatot fog kapni. Úgy, hogy csirkedlóttal fogom. Úgy akartam mondani, hogy behúz, mert csak 150-es vagy 160-as szeggel jó, beküldöm, megfeszítem a drótot. Én egy csirke állapot? Azt. Ez is tégla. Az várjuk. Ez az egy csak. Ez az egy. Ja. Ez az egy. Nézzük csak, emesztet is így lesz. Itt. Ohoho! Nem ajtó? Itt ajtó volt. Itt. Itt, de ott kemény is van, ott van anyag rendesen. Van benne. Nézzük csak. Na gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy itt van az, hogyha van jó szerszám, az már fél munka siker, fél siker. Úgyhogy hát itt az állam vezet, úgyhogy vigyázzunk ne, hogy agyunk csapjon belünket. Ott is megy, igen. Az a kis villanykapcsoló, még azt én csináltam. És ez hol? Az itt kihúztam, tehát így jön valahogy, ott fel, hát ez egy ilyen... Van, persze. Na, gyerekek, van segédem, itt a gép, ebben most adok neki. Mi a helyzet? Thank you.
Vegyünk egy picit. Pihenjünk egyet, mert nagy a por. Na mindegy, csak bejövök, gyere be te is, mutasd meg, hogy hogy állunk. Na, néz ki. Levertük ezt a vakolatot, és ebből a gépben nagyon jó. Még van az alján egy pici. Azt már holnap csinálom, mert nagyon elfáradtunk, azt kell. Mondja, mindjárt megyünk oda, hogy megfordítottad a kamerát. Baj? Igen, mert még nem. Most nagyon megsértődtem. Na, ne sértődj már, meg mondjad, amit akartam. Na, tehát így, amilyen állatokban itt lássátok, ezt is meg fogjuk csinálni lent, mert még ott maradt egy pici. Itt pedig tégláig nem fogjuk leverni, mert tehát ide ráraktuk a vízmértéket, és egy nagy hatalmas has van itt benne. Így is rengeteg, gyertek, nézzétek meg, mennyi vakolat van itt. Rengeteg, nézzétek meg, hogy mennyi. Itt az ujjam, ekkora vakolat. Itt nagyon sok, mivel itt pedig láthatólag ennyi. Lássátok? Pici, nem sok. Igen, mert itt ajtó volt annó. Igen, ajtó, de itt látnád, itt a... Mi ez már az a gerenda, hogy szokták volna, mindegy. Valaminek mondják. Na, áthidaló. Hát, azaz. Na, van, aki történetek, ilyen vagány kábelezés, nem tudom, ki csinálta. Te. Most miért mondtad el? Most magánykodni akartam, hogy én egy problémát feltérképezek, és most ezt kicsinálta. Hát te. Na mindegy, én csináltam, igen, és na, próbálkozok, legalább csinálom. Hát te, az nem sem baj. Na, le van verve a vakolat a falról. Ki fogom még javítgatni. Tehát ide ez... nem lehet rakni majd egy izét? Ide. Kapcsolót? Aha. Nem kapcsolót, dugót. De minek? Hát telefon bedugni, ne kelljen amoda. De, amúgy jó igazad van, már ha megmondtuk, akkor csinálnak ide. Na, a lényeg az, hogy ezeket még itt, ezeket a kis darabokat, amik itt kidüremkednek, azok meg ott lent. De ugye ott nincs áram. Miben? Ott abban. Ebben? Ebben? Hol volna ebben? Ja. De semmi meg szemrebben is, hogy jaj, Emi, nem ír. Mert tudtam, hogy hülyéskedj. Na persze, lehet örültél, ez az. Hát, nincs még befejezve, hogy örültem volna. Na mindegy, az életbiztosításomért. Na mindegy. Többet érztem, mint az életbiztosításod. Köszönöm.
Remélem nem átkoztál el az agyadba. Nem. Oké. Na fordítsuk most meg a kamerát. Na. De úgy jó, hogy jutott az eszedbe kamerázni. Akkor már felmostam itt. Mindegy, majd újra hogy néz ki lesz. Az a fal, Istenem? Na, ezt levertük vályogig. Mi az? Azt nézzük, hogy mekkora lyuk van. Hatalmas lyuk van. Úristen. Ott meg még nagyobb lyuk van. Ott mi van? Ott nézzünk már oda. Gyerekek, ott nézitek azt a hatalmas nagy lyukat ott. Én azt kell, mondjam, szerintem az patkány járat lehet. Már nincs patkányunk amúgy. De régen volt. Régen volt ebben a házban. Ki lett írtva. Ki lett írtva? Hát figyelj. Megcsinálják. De egy patkány itt régen sem régen amúgy gyerekek a fürdőszobánk volt. Igen, itt azért van itt csempe is. Itt volt a kád. Igen. Itt volt a kád. Na, a lényeg az gyerekek, elzárom mielőtt közben veszi. Mert na, amúgy igen, én is azt akartam mondani, zárd el a vizet. Hát, nagyon tré ez a fal, de majd megcsináljuk szépen, hogy jó legyen. Közben mi leszakította a szúnyoghálót, miért is nem? Nem baj, majd rak fel másikat, igaz? De megmutatom az asszonyt is, mert amúgy le a kalappal ő is nagyon sokat dolgozott, gyerekek. Itt van, nézzétek a haját, hát dugik van porral. Tényleg fűrész. Úgyhogy nagyon piszkos, hát én is piszkos vagyok, de hát ez nem egy tiszta meló. Nem baj, legalább együtt csináljuk. Igen, na visszadom a kamerát, közben magyarázkodok. Na, levertem a vályogig, teljesen a vályogig levertem. Nyilván van még rajta egy-két ilyen kis püttyök, ilyen kis dünemkedések, azokat még megigazítok holnap. Letisztítom, mindenütt nagyon király állapotra. Azt is ott leszedem, ki kell majd kávázni, szuperül, és akkor jön a drót. Csirke drótot fogok. Álljátok, gyere, gyere velem. Na, nem nézzetek, szétszom, téján vagyunk. Por lett itt a... Ott is poros, ahol nem kéne. Úgyhogy mindegy. Itt a csirkedrót. Nem tudom, látsz, Aldi? Igen. Na, ez a csirkedrót. Ez egy fél méteres, 50 centi. Ezt fogom bele, és vettem bele. Mindjárt mutatom. Ilyen hatalmas 160-as szegeket. Nagyon. Tehát miért vettem ilyen hatalmas nagy szegeket? Azért vettem. Igen, meg hogy minél jobban fogjon bele. Tehát, hogyha úgy nézzük, ez belemegy így a vályokba, és marad ennyi, és akkor a drót, és akkor ez már hatalmasat fog fogni így. Benne lesz a vályokban. Be lesz szegelve. Hálod a kis gépnek, még eddig nagyon sokat segített, hogy eddig eljutottunk, mert biztos később végeztünk volna. Na, a lényeg az, hogy vályogik le van verve, ahogy mondtam, itt is lesz még egy kis igazítgatások ott lent, hogy tökéletes legyen. Néztünk ide szép izét, milyen padlóhoz? Laminárpadló. Illetve meg a teraszt is beiktatta, hogy... Lecsináljuk, lecsempézze. Hogy lecsempézze, úgyhogy meg tudjuk mutatni? Nem, majd legközelebb. Hát a tete, ja, ez a tete. Pont ebben a telefonban van benne. Igen. Na mindegy, majd bemutassuk nektek, hogy milyen lesz. A terasz is, mert azt is beiktatta, úgyhogy le lesz burkolva, azt is én fogom burkolni, gyerekek. Sem találgók leszek meg, minden együtt. Ja, úgyhogy írjátok meg kommentbe, ha esetleg valakinek van valami ötlete, hogy ki hogy csinálná. Na, mondtam is a videó elején, hogy elfogadom az ötleteket, meghallgatom, utána járok. Úgyhogy írjatok nyugodtan, segítsetek. Ehhez mit ajánlatok? Rakjak drótot erre? Vagy csak elég egy csemperagasztó, vagy sima vakulat? Cementes fröccs várni, tehát hogy írjatok ilyen dolgokat, nekem már megvan egy elképzelésem, az útján fogok menni, de ha netán valaki... Mi ötletet mond? Jó, ötletet mond, és bevált, akkor én azt megcsinálom, vagyis megpróbálom megcsinálni. Na, tehát ebben a fallal pedig azért nem foglalkozom meg a kályha felől, mert jövőre mind a kettő fal ki fog menni, nem ki fogjuk bontani, áthidaló lesz, és akkor itt fog megnyílni a nagy konyha, a nagy nappali, igen, a padlásteres szobák, stúdió lesz, megsorolhatnám mi. Úgyhogy nincs értelme levakolni, azért killogni vele, hogyha kukába fog menni ez az oldal. Hogy ez a kettő oldal, ez meg fog maradni, de viszont ez erős is lesz. Igen. Rendesen. Úgy ide lehetne egy szép nagy kandallót, majd vagy valamit rakni. Persze, hát egy kandallót, minden. Tehát amint belekezdek, tehát most mondom nektek, hogy hogy kezdődött az egész. Ó, csak megveszünk egy vödrös festéket, fessünk, losz, kész. Na jó,
Hát akkor javítsuk is, vegyünk lettet is. Na jó, oké, és akkor vegyünk izét, hengert, vedert, már mindjárt, ó, hát csak mi 150 ezer, oké, kis festés. Jó, hazajövünk. Próbálom az izéket üzéni, már omlik lefelé, ott végig. Na jó, mit csináljunk? Hát javítsuk ki, vagy hát csináljuk meg ezt. Nem csináljuk meg azt is. Jó, verjük le. Jó, verjük le, vályogig verjük le. Jó, drótozzuk fel, vakoljuk fel ezt az oldalt is. Most már ott vagyunk, hogy már több százezer forintos projektben vagyok benne, úgy, hogy magam csinálom. De nem az a lényeg, hanem hogy tapadjon a bélyeg, te is féreg. Nekem mondod? Nem, annak ott a féregnek ott biztos az ablakból volt. Na, örülök, hogy itt voltatok. Ezt a videót ma látjátok, nyilván, viszont én holnap fogom ezt ennek a munkálatnak nekifogni, úgyhogy... Reggel hozzák a homokot. Igen, úgyhogy ha valakinek gyors ötlete van, az gyorsan írjon, millió puszi, legyetek jó, ha tudtok, a rosszasságot meg bízzátok a spártai kemára. Igen. Nem. 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 Sziasztok. Sziasztok.